hát a saját lelkeddel dolgozol végeredményben, ezért szembe kell nézned a saját gátjaiddal, félelmeiddel, sokkal intenzívebben, mint valakinek, akinek ez nem, tehát a saját lelke nem napi eszköztára. Nekem meg az kell, hogy legyen, hogyha felépítek egy-egy szerepet. Móga Piroska 12 éves volt, amikor saját elhatározásából felhívott egy színi tanodát, és bejelentkezett, hogy ő járni szeretne. 16 évesen már színpadon állt, 19 évesen Onodi Eszter partnere volt az Aglája című filmben, még mielőtt elkezdte a színész szakot Kaposváron. A színház művészet számára nem redukálódik a színészi feladatokra. Ír, rendez és társulatot vezet. Miért továbban beszéltük meg a találkozónkat? Hát mert olyan helyet kértetek, ami nekem így fontos, és a vár az egyértelműen az, mert én itt nőttem föl. Nekem a szüleim, mielőtt még megszülettem, azelőtt költöztek ide, és hát így mi négyen vagyunk gyerekek, és mindannyian itt nőttünk föl. Különcnek számítasz a színész társadalomban? Én azt gondolom, hogy gyerekként egy kicsit nehezen illeszkedtem be ezekbe a közösségekbe. Ez egészen addig folytatódott, ameddig az egyetemre el nem kezdtem járni, és ott egy nagyon érdekes tapasztalatom volt, hogy hirtelen abba a közösségbe kerültem, ami elvileg az én közösségem, tehát ugye színészek közé, akik szintén művészek akarnak lenni, és így is gondolkodnak, és hirtelen szembesülnöm kellett azzal, hogy itt mindenki különc, és hogy akkor végül eredményben ide be kell illeszkednem. Most nyilván különc vagyok olyan tekintetben, hogy nincsen, nem tartozom egy társulathoz. Tehát szabadúszó vagyok, és vendég vagyok, és ezért minden közösségben egyfajta különbséget képviselek, hiszen nem vagyok ott helyben. Gyakran gondolsz vissza a gyerekkorodra, vagy azokra az időkre? Hát persze, meg nagyon szerettem itt élni, mert ez egy nagyon csöndes hely, ami elég biztonságos is arra, hogy egy gyerek teljesen szabadon el legyen eresztve. Tehát kicsit olyan bizonyos szempontból, mint egy falu. Közben meg mégis az van, hogy közel a város, tehát hogy élményekben pedig olyan, mint hogyha egy nagyvárosban vagy, mert abban vagy, de mégis van egy ilyen zártsága. Mennyire volt ez számodra egyértelmű, hogy színésznő leszel mondjuk már kamaszként? Ezek megérzések. Alapvetően engem nem támogattak így a családilag abban, hogy én művészi, tehát nem is művészi, mert azt örömmel vették volna, hogyha mondjuk hegedű művész leszek. Uh-huh. De nem támogatták volna azt, hogy én színész legyek. Mert az egy más világ. Igen, volt egy eltartás a szüleimben ezzel kapcsolatban. Aztán később ők is elfogadták ezt, miután már egyetemre mentem, megkaptam az első munkáimat. Uh-huh. És látták, hogy most már így eljárnak az előadásokra, és iszonyú büszkék rám. De hogy azért az alapvetően nem támogattak ebben a dologban, uh-huh. És akkor ez az én makacságom vagy megérzésem volt, hogy ebben hogy szükségem van erre az önkifejezésre. Uh-huh. Tehát, hogy fejembe vettem valamit, ami egy megérzésből jött, hogy mondjuk itt akarok dolgozni, és akkor egyszer csak így sikerült. Tehát mit tudom én, legegyszerűbb dolog, hogy a katonában akarok mindig előadásokat nézni, akkor itt fogok ruhát árazni. Ennyi. Az neked egy olyan szituáció volt, amiben te gyakran képzelted el azt az előadásokat nézve, hogy na majd én is ezeken a deszkákon, vagy ehhez hasonló deszkákon fogok állni? Nem volt ez így előttem, hogy oda fogok fölmenni, és ott fogok szerepelni, mert valószínűleg bár ott dolgoztam, ettől még inkább piedesztára volt emelve előttem az a színpad. Tehát, nem, én tényleg engem azt foglalkoztatott, hogy működnek a darabok, tehát hogy milyen egy ottani rendezés, milyen a színészeknek egyik estéről másikra hogyan játszanak. Szóval, hogy én tényleg tehát a kíváncsiság vezérel, de nem az, hogy remélem oda föl fogok állni hamarosan. A Ser Tamás ajánlott Deák Krisztina rendezőnek, aki aztán az Aglaja című film egyik fontos szerepét adta neked. Mennyi időn után tudtad komfortosan érezni magad ebben a helyzetben? Én irtózatosan zavarba voltam, hogy kezeljem ezt a szituációt. Összeforgattuk az Aglaját, és én nyáron forgattam egy olyan filmet, ami meg így nullából készült. A Szabó Szonyának a Komoly dolgok című filmjét, ami szintén egy nagy játékfilm terjedelmi 90 perces filmecske,
És... Az is abban a nyáron volt. Igen. Akkor, aha, akkor minden egyszer. És hogy ott viszont meg egy egész más helyzet volt, tehát hogy ott mindig segítettem, cipeltem a statívot, meg az operatőrnek segítettem. Tehát hogy úgy csináltam, mint ahogyan azt a középiskolában megszoktam, vagy a színjátszókörben, hogy ugyanúgy ifjú színjátszó, ott segít, ahol tud, és ugyanúgy berendezi a teret magának, és akkor hirtelen az Aglajánál megszembesültem azzal, hogy hát ilyet meg ne tegyél, tehát így valamit összetörik, nem tudom, vigyáznod kell magadra, a sminkedre, a ruhádra, és... Tehát ott a színésznő egy más polcon van, tehát nem... Igen. Nem két és kezével úgy, teremti meg a... És ugye ezt meg kellett érteni, díszletet. Hogy én azzal segítek, hogyha nyugton maradok. Aha. És te alázatosnak gondolod magad? Igen, azt gondolom, hogy igen, nagyon sokat tanított az, hogy én is rendeztem most már kettőt, és szembesültem egy csomó dologgal, hogy ez milyen irtózatos nagy felelősség, és mennyire megterhelő ott az emberek, akik bejönnek és játszanak nálad, mindenki hoz egy külön világot, egy külön hátteret, konfliktusokat otthonról, és akkor azokat így kezelni, vagy nem figyelembe venni, és magabiztosnak látszódni állandóan, pedig nem biztos, hogy magabiztos vagy pedig bevallani, hogy nem vagy magabiztos. De akkor azért tekintélyed csorbul. Igen. Szóval, hogy óriási dolog, és ezért szerintem bennem ezek a kihívások nagyon, tehát nagyban növelték az alázatot. Nehéz látni azt, hogy van sok színész Magyarországon, akik mondjuk a pályájuk második felére, vagy annak a végére megkeserednek egy picit. Úgy érzik, hogy nagyon kiszolgáltatott a színészlét. Hát ebben van igazság, de hogy én erre azt tudom magamnak is mondani így előre, hogy alkotóként kell magadról gondolkodni. Tehát, hogy lehet, hogy éppen nem a színészi munka fog abban egy periódusban legaktívabban működni, de alkotó maradsz, hogyha írsz, ha álmodozol, hogyha vigyázol magadra, és tehát, hogy a pályát azt hosszú távra kell tervezni az életed végéig, és hogy lehet, hogy kiesik egy pár év, aztán lehet, hogy visszatérsz. De hogy ha úgy gondolkodsz magadról, és az alkotást megtalálod akár abban, hogy festesz, írsz, vagy bármi, akkor nem fogsz megkeseredni. Nem kell magadat abban a helyzetbe belekényszeríteni, hogy neked always, tehát mindig azért toppon kell lenned, és anélkül, hogyha nem vagy minden nyáron egy filmnek a szereplője, akkor te megszűnsz és elfelejtenek. Nem, mert az a lényeg, hogy te emlékezz magadra arra, hogy te alkotó vagy. Amit jelenleg a Café Budapest programjában is láthatunk, egy produkció, amiben szerepelsz, a számodra miért fontos, vagy mitől különleges? Olyan nyelvi környezetben készült, ahol nem a magyar volt a vezető nyelv, hanem angol, és angolul is játszom benne, meg ezért magyar is mondtad, nyelvet is használok benne. Ezért is mondtad, hogy always az előbb? Hogy az angol nyelv is benned van? Hát nem. Nem? Nem, ez nekem egy nagyon nagy kihívás egyébként, de egy olyan csodálatos kihívás, mert mi viszont, tehát nem nagyon tanultunk az egyetem alatt angolul, és akkor ez most egy olyan helyzet volt, ahol fel kellett frissítenem azt, amit a középiskolában tanultam, és ráadásul színpadi helyzetben, ahol ugye őszintének és természetesnek kell hasonló, hogyha angolul beszélsz, meg egyáltalán a kommunikáció, tehát ugye csapatban készül másfél-két hónap alatt egy előadás, ez is így készült, és Münchenben próbáltuk, ami szintén élmény volt, hogy Németországban élhettem másfél hónapig, és hogy más kultúrákat találkozom, mert van török résztvevője is az előadásnak, meg olyan lány is, aki félig görög, félig német. Szóval, hogy egy nagyon szép olvasztó tégely volt ez az előadás, mert így, meg kulturális találkozás. Fontos neked a filmezés? Persze, nagyon. Nagyon jó dolog a filmezés. Miért? Hát mert... Mert maradandó? Maradandó, meg nagyon őszinte. Tehát, hogy legalábbis én ahogyan szeretem csinálni, úgy nagyon őszinte, és azt gondolom, hogy az, ami működik a filmen. Szerinted mi kell ahhoz, hogy őszinte tudjál maradni színészként, ahogy múlik az idő, és egyre több mindent pakol rád, egyre több minden rakódik le benned? Hát az hogy empatikus tudjál maradni magadhoz és az emberekhez is. De hogy ez a kettő összefügg, tehát hogyha magadat nem tudod elfogadni és szeretni, akkor másokat sem, és akkor egy szerepet sem fogsz tudni őszintén megélni. Elég mozgalmas életet élsz, mert hogy jelenleg is Debrecen és Budapest között ingázol.
Mi jelenti számodra a feltöltődést? Hát, hogyha a férjemmel vagyok, családdal, meg van mostanában a családban több pici is, így a nővéreimnek a gyerekei. Nagynéni vagy. Igen. Igen, háromszorosan nagynéni vagyok, úgyhogy velük lenni az abszolút ilyen feltöltődés. Ha egy időkapszulában átmenekíthetnéd azt az irodalmi alkotást, vagy azt a filmet, vagy azt a képzőművészeti alkotást, ami neked személyesen nagyon fontos, akkor mi lenne az? A mostani? Igen, ami a kortárs. Kortárs. Hát én nagyon-nagyon szeretem a Todd Benedeknek a Holtverseny című könyvét. Nagyon szerettem a Lavina című filmjét. Östlund. Östlund. Igen. Aki most csinálta a négyzetet, igen, is, de talán a Lavina az nekem még fontosabb. És mondjuk azt is átmenekíteném. Nem tudom, de majd elküldöm még egy listát is. Lehet, hogy hosszú lesz, de ezt kérlek szépen, hogy a jövőben tartsátok meg. Hogy mindenképpen kerüljön be a kapszulába. Csak ennyit szeretnék kérni.